Csak akkor tudunk fejlődni és magas szintű sportteljesítményt elérni, ha elég időt szánunk a regenerálódásra. Ha nem vagyunk kipihenve, akkor a sérüléseknek az előfordulása is sokkal nagyobb. Hogyan regenerálódnak a profik? Mit is érdemes tanulni tőlük? Erről fogok beszélgetni mai vendégünkkel, Vigvári Benedekkel itt a Nutri 8 videó interjújában. Szia Benedek, köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást. Aki esetleg nem tudná, neki elmondanám, hogy 11 évet dolgoztál a labdarúgásban, az elmúlt 5 évben pedig a magyar női felnőtt röplabda válogatott mellett vagy. Méghozzá számos dolgot lehet itt felsorolni, masszázsterapeutaként, fizioterápiás asszisztensként, rehabilitációs szakemberként, illetve sportegészségügyi referensként együtt dolgozol szorosan a csapat egészségügyi stábjával. Üdvözöllek, Enikő, köszönöm szépen a meghívást! Felsoroltam jó pár dolgot. Beszélnél kérlek arról, hogy mit is takarnak ezek pontosan? Mi is tartozik a felelősségi körödbe? Felelősségi körömbe tartozik a játékosok egészségének megőrzése, mint preventív, mint rehabilitációs, mint pedig regenerációs jelleggel. Feladatom az edzőtábor során elszenvedett sérüléseknek a kezelése, terápiák felállítása és ezeknek a végzése, szorosan kommunikálva az egészségügyi stábbal. Az egészségügyi stábunkat alkotják a sportorvosunk, a gyógytornászunk és az erőléti edzőnk, valamint jó magam. Gyakran tapasztalom, a saját bőrömön is, hogy folyamatosan szeretném növelni a teljesítményemet, minél hosszabb távot futni, minél gyorsabban, ugyanakkor nem fektetek kellő hangsúlyt a regenerációra, legyen szó a pihenésről, az alvásról, a nyújtásról, de ezekről szerintem te sokkal többet fogsz tudni beszélni, hogy mi is tartozik oda. Miről is szól a regeneráció, mit jelent az, mit kell tudni róla? Az edzés után a testi és az idegrendszeri regenerálódás nagyon-nagyon fontos. Pihenés alatt következik be az edzés következményeinek a felszámolása, fogalmazhatok így, a mikrosérülések helyreállítása, a salakanyagok eltávolítása. Ilyenkor épül be a hatás, azaz erősödnek az izomrostok, és adaptálódik a sejtműködés. Csak akkor tudunk fejlődni és magas szintű sportteljesítményt elérni, ha elég időt szánunk a regenerálódásra. Ha nem vagyunk kipihenve, akkor a sérüléseknek az előfordulása is sokkal nagyobb. Aktív regeneráció alatt értjük azt, amikor nem fektetünk nagy hangsúlyt a magas intenzitású edzésre, nehezebb gyakorlatokra. Ilyenkor bőven elég az, amikor átmozgatjuk az izületeinket egy könnyebb tornával, akár egy úszással, gimnasztikai torna gyakorlatokkal, egy gyenge kocogással, vagy egy saját testsúlyos könnyű edzéssel. Ezekkel mind elősegítjük a szervezetben zajló regeneráló folyamatokat, így a következő alkalommal sokkal terhelhetőbbé válnak az izmok, és jobban elérhető a maximális teljesítmény. És mi a helyzet a passzív regenerációval? Passzív regeneráció alatt azt értjük, amikor fizikai aktivitás nélkül segítjük elő a salakanyag távozását a szervezetből. Ilyenek például a szauna, ilyenek a jegesfürdő, krioterápia, krioszauna, masszázs, kompressziózokni, valamint az SMR-henkel. Számtalan módszertant most az előbbiekben felsoroltál. Mi az elvárás a profi sportolók fele? Mi az, amit mindenképpen alkalmazzanak a mindennapjaikban? Valójában az összes elvárjuk a játékosoktól. Kiemelten fontos edzések után a hengerezés, a nyújtás, valamint adott esetben levezetésként egy pici úszás. Mi a helyzet a szaunázással? Szaunázásra nagy hangsúlyt kell fektetni, kiemelten fontos, hogy sérülésmentes, egészséges állapotban szaunázon a sportoló. Valamint meg kell határozni a szaunázás idejét, mivel szaunázás után kimerült, tikkat lesz a szervezet, ha használhatom ezt a szót, és időt kell hagyni a test feltöltődésére. És mi a helyzet az alvással? Mi az a minimum elvárás? Mennyit kell aludniuk? Mikor feküdjenek le? Nagyon fontos része az alvás a regenerálódásnak. Kiemelten fontos az, hogy a játékos időben feküdjön le, ugyanis ilyenkor termelődik újra, regenerálódik rengeteg szövet, sejt a szervezetben.
ahhoz, hogy a játékos a mélyalvás stádiumát elérje, és így lesz igazán kipihent, ahhoz szükséges, hogy éjfélkor már aludjon, ugyanis ez az időpont ekkor áll be. Az időtartam meghatározását egy 8 órára határozzuk meg, természetesen ez egyénenként változhat, valakinek elég 7 óra, valakinek egy picivel több alvás szükségeltetik. Természetesen meghatározza az is, hogy naponta egy vagy két, vagy esetleg több edzésről beszélünk. Több edzés alkalmával délután is szoktak a játékosok beiktatni egy kisebb pihenőt, ami egy, másfél, esetleg két órás időtartamot tesz ki. És itt aludjanak, vagy elég, ha csak fekvő állapotban vannak és passzívan pihennek? Köszönöm a kérdést. Valójában mind a kettő megfelelő. Az is elég, hogyha egy fekvő nyugalmi állapotban helyezi magát a sportoló, ugyanis ilyenkor is bekapcsolódnak a regenerációs folyamatok a testben. Beszéltél akkor az alvásról, a szaunázásról, ha passzívról beszélünk. Így van. Az aktívnál a levezetésről, akár úszásról. Kompressziózokni. Ezt még nem fejtettük ki. Ez nem biztos, hogy mindenki számára alkalmazott eszköz. A kompressziózokni kiknek ajánlott és miért jó? A kompressziózokni passzív regeneráció közé tartozik. Megkülönböztetünk kompressziózokni közül is olyat, amelyet használhatunk edzés során, ezekben egy picit nagyobb a kompresszió, szorosabbak, valamint megkülönböztetünk olyat, amelyet edzés után használunk regenerációs jelleggel. Mindkettő segíti az izmoknak a megfelelő vérellátottságát, a regenerációs jelleggel használható kompressziózokni elősegíti a terhelés során az izmokban termelt tejsavnak a távozását, annak a kiürülését. Hogyha egy hobbi sportolót nézünk, akinek valamennyivel kevesebb a terhelése, az edzéseinek a száma, mi az a minimum elvárás mennyiség ezekből a módszerekből, amit javasolsz nekik, ami szükséges lenne a részükről? Mindenképp javasolnám a hengerezést, az nagy mértékben hozzájárul a céljaik eléréséhez, illetve a maximális teljesítmény kiaknázásához. Amennyiben tehetik, akkor jeges fürdő, minden sportaktivitás után, vagy esetleg krioszauna, jégkabin. És ezt mondjuk egy hideg zuhany is helyettesíteni tudja, ha nincsen éppen a lakásban egy jégkabin? Természetesen ez nem olyan könnyen kivitelezhető, de egy jeges zuhany, egy hideg zuhany is igen tud ebben segíteni, tudja helyettesíteni. És mit tanácsolsz a táplálkozásra vonatkozóan? Ezt a témát még nem érintettük. Én azt gondolom, hogy a táplálkozás nagyon-nagyon fontos. Nem mindegy, hogy mikor eszünk és mit. Nagyon fontos az energiabevitel, előre kalkulálva azt, hogy milyen sportaktivitást fogunk végezni. Természetesen, hogyha versenysportolókról beszélünk, ott egy szigorú étrend az, ami nagy mértékben hozzájárul a megfelelő teljesítmény eléréséhez. Nem tudom szó nélkül hagyni a táplálékkiegészítők fogyasztását, melyek szintén mind a teljesítmény fokozásban, mind pedig a regenerálódásban nagy hangsúlyt tesznek ki. Edzés előtt, illetve alatt mik azok, amiket javasolsz, plusz táplálékkiegészítő, hogy az mikrosérüléseket megelőzzük, illetve segítsük a regenerációjukat, vagy akár az energizálásra vonatkozóan? Nagyon fontos, hogy edzések alatt fogyasszunk megfelelő mennyiségű folyadékot. Ez akár lehet víz, de javasolt az izotóniás ital, mely teljes spektrumát képezi a vitaminoknak, nyomelemeknek, ásványi anyagoknak. Így elkerülhetőek az edzés közbeni görcsölések, fáradtságérzet kialakulása, valamint a teljesítmény nyújtása az folyamatos. Nagyon fontos még, hogy fogyasszunk aminósavakat is, melyek hozzájárulnak a mikrosérülések regenerálódásában. És ha edzés utánról beszélünk, ott már javíts ki, ha tévedek, de a fehérjefogyasztás is meghatározó. Ott mit javasolsz? Fehérjefogyasztásnál a gyorsan felszívódó fehérjét szoktuk javasolni, ez a tejsavú fehérje, legszélesebb körben ez a legelterjedtebb a sportban. Az edzés követő fél órában mindenféleképpen vigyünk be fehérjét és némi szénhidrátot. A szénhidrát nagyon fontos, visszatöltjük ezzel a kiürült glükózraktárokat, valamint segíti a fehérje beépülését. És ti a válogatottnál mire figyeltek a táplálkozásnál, a játékosoknál? Nagy hangsúlyt fektetünk, hogy megfelelő minőségű ételek kerüljenek az asztalra a válogatott edzőprogram keretein belül. Ilyenkor dietetikus bevonásával állítunk össze egy olyan étrendet, amely figyelembe veszi az esetleges glutén, laktózérzékenységet, valamint a vegán és vegetáriánus étrendet.
És mi az, ami az asztalra kerülhet, és mi az, ami szinte tiltó listán van? Tartózkodunk a magyaros ételektől, többnyire a reformkonyhát követjük. Ilyenkor szoktuk kérni, hogy ne legyen sertés, hús, rántott dolgok, burgonya. Preferáljuk sokkal jobban a fehér húsokat, mint a csirkét, a pulykát, a halat, valamint hetente egy vagy két alkalommal szoktunk kérni vörös húst. Elengedhetetlen a köretek közül a rizs, a teljes kiörlésű vagy durumtészta, illetve a zöldségköret. Természetesen mindig van saláta, salátabár, melyekből a játékosok saját maguknak állíthatják össze azokat az ételkonfigurációkat, amelyeket szeretnek vagy kedveltek. Ez az edzőtábor. És meccsnapon miben más mondjuk a táplálkozásuk? Meghatározó az, hogy a nap első vagy második felében lesz a mérkőzés. Amennyiben délelőtt, úgy javasoljuk, hogy reggelire fogyasszon a játékos összetett szénhidrátot, mely biztosítja a folyamatos energiaellátást. Amennyiben délután lesz a mérkőzés, úgy a mérkőzés előtt másfél-két órával szoktunk javasolni tésztafogyasztást többnyire, melyek teljes kiörlésű vagy durum tésztából történnek. Tartózkodunk ilyenkor a nehéz ételektől, melyeknek az emésztése több órát vesz igénybe, így lassítja a teljesítményt. És meccsek után ott mit visznek be a játékosok? Mi az, amivel visszatöltenek? Ez egy nehéz kérdés, mert meghatározó lehet az, hogy a játékos, a csapat nyert, illetve veszített. Sajnos ez meg tudja határozni az étvágyat is. Edzés és mérkőzés során gyakran használnak olyan energizálókat, melyek hatása még az edzés után is tart, és így az étvágy csökken. Viszont nagyon fontos az, hogy pótoljuk a fehérjét, illetve a szénhidrátot. Valaki tápláléki kiegészítő formájában, valaki pedig étel formájában teszi ezt meg. Ez teljesen egyéni.